No. Sziasztok! Sziasztok! Hát én bejelentkezek, mert lassan fél van, és ugye azt beszéltük meg, hogy így félkor már többeteknek is jó lesz az, hogyha beszélgetünk egy kicsit. És gondoltam még, vagyis hogy nagy valószínűséggel a Facebooknak még ki kell küldenie az értesítéseket a számotokra, hogy itt kezdődik valami, lesz ma valami élő dolog, és hát azért most azt hiszem, hogy várnom kell egy kicsit, amíg néhányan be nem jöttök, néhányan be nem jelentkeztek itt, és na látom, már van, aki ideért, de majd azért várunk még egy picit többiekre is. Közben én itt, bocsánat, én ettem egy almát, és azért most még itt egy kicsit nyomogok rajta, mint egy micsoda, mint egy fülevő. Szia János, szia, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy már is megkaptam a lájkot. Ennek nagyon örülök. Jó van. Remélem, hogy nektek is jó napotok volt. De az én napom az ma eléggé húzós volt, mert ma egész nap tanultam. Ugye még egyszer végignéztem ezt a 4 napos, bármint hogy nem 4 napos, hanem 5 napos. Szia! Szia Gyöngyi! Az 5 napos brandépítési kihívásnak a 4. napját. Persze természetesen jegyzeteltem, hiszen muszáj voltam már előzetes jegyzetet kicsit kiegészíteni. Tudjátok, ez is pontosan ugyanúgy van, mint a könyv, hogy ha elolvassuk, akkor elolvastuk, de ha újra olvassuk, akkor mindig van valami új benne, valami friss információ, és hát természetesen most is volt. És hát a Szerbusz János, szia Erzsi, persze természetesen 5 almát megettél, az igen, Elzsi, az szuper. Igen, 5 almát. 5 almát úgy érdemes, hogyha az ember kifacsarja, tudod, vannak ezek a gyümölcsprések, és akkor azon kifacsarja, és akkor úgy sokkal gyorsabb. Ja, na, tehát igen, most jelen pillanatban is arra készülök, ugye, hogy erről fogok nektek beszélni. És voltak még más dolgok is, persze természetesen volt ma is mentorálás, ma is volt, akinek volt kérdése, hogy ez hogy csinálja, vagy az hogy csinálja, ez hogy legyen, vagy az hogy legyen. De a lényeg az, hogy azért mégiscsak eljutottunk idáig, és én azt hiszem, hogy most már nem is fogom húzni tovább az időt, és mutatom is, hogy mivel kezdünk. Tehát ezzel fogunk kezdeni itt. But that's like the best thing, right? So if you look at this, right? Here's the value És added. You've hogy got mi ez? value over Egyből here, mondom, hogy mit and mutat you've itt got price over Russell. here, right? Ugye So value, that's the most valuable thing they could possibly do is up here, right? But it's not going to be a cheap. Your friend's not függőleges, going to live with you for rent a azaz month to érték, fix a all your relationship vicces, az problems and make pedig a everything amazing. hozzáadott It's going to be ár, expensive, tehát right? hogy I'm guessing mennyit they'd probably kérünk charge you a million érte. bucks or more to do something like Gyakorlatilag that, right? ezzel kezdi a 7 million, mai okay, 7 million. So anyone's looking for that, ezzel which kezdi if a your network's high mai enough and you go through your tréninget, divorce, vagyis it's hogy actually a ezzel discount for what kezdődik you a would lose. tréning. So, Annyit yeah, még in my, this is like hozzászeretnék the most tenni, powerful thing. hogy I can fly to your house and sit down, but I can't. I'm gonna most build már your phone for leállítom, you, right? I can igen, do all the things. hogy a csoportnak át kellett mennie a YouTube-ra, mert hogy nagyon sok panasz érkezett, miszerint, hogy a Zoom nevezetű program az nem úgy működött, ahogy kellett volna, és hát még szerencse, hogy felvételt készítettek, és így e-mailen tudták az embereket értesíteni arról, hogy hogyan tudják megnézni a felvételt. Ugyanis a helyzet az, hogy akkor, amikor csinálták, akkor több 10 000 ember volt kíváncsi magára erre az élőre, tehát ezért kellett átmenniük a YouTube-ra, mert a YouTube élőben több embert tud így, nem több embert, hanem
szakadozásmentesebben tud ennyi embert kiszolgálni, mint például a Zoom. És ezért volt fontos, hogy átmenjenek. Na és akkor kezdjük, hogy miről is szólt maga ez a nap. Hozom vissza a kamerát hozzám. Így. És akkor elővettem a jegyzetemet is. Tehát a negyedik nap, amit mondtam, avval kezdődött, hogy az ár és az érték diagramja. Miért volt ez fontos? Elmesélte Russell, hogy ugye egyértelmű, Szervusz Laci, hogy amikor, tehát minél értékesebb egy termék, annál szívesebben adnak érte több pénzt. Tehát maga ez az egész diagram, ez nem így néz ki, mert így lehet látni. Tehát így néz ki, hogy minél értékesebb, annál több pénzt adnak érte, és egyértelmű, hogy így lehet felépíteni magát a termék létrát, vagyis a bizalom építésnek a legjobb formáját. Amit ő alkalmaz, ugye, és amit ő mutat, mint bizalomépítés, az a könyv, Szia Éva, Szia Brigi, az először is maga a könyv. Azt tudjátok, ugye, hogy magának, tehát Russellnek három könyve is van, ugye a szakértői titkok, ami nekem is megvan, akkor a Dotcom Secrets, ami nekem nincs meg, de ez volt a legelső könyve egyébként, és ami magáról az online marketingről szól. A könyve, a harmadik könyve az a forgalomról szól, a Traffic Secrets, ami nekem is ugye megvan, és amit ugye rendszeresen dolgozunk föl. A negyedik az inkább csak e-bookban van, és ez pedig a Network Marketing Secrets, vagyis kifejezetten a hálózat építés titkai. És ez a könyv az, ami a legértékesebb, legalábbis a számomra, és hát magát az EOH programot is gyakorlatilag erre alapozva, és igen, hát erre alapozva indítottam el, csináltam meg. Tehát a bizalomépítésnek az első lépcsője a könyv. Ha valaki megvette a könyvet, akkor utána szívesen vesz meg egy olcsóbb kurzust. Ha megvolt a kurzus és azzal is elégedett, akkor például szívesen tovább lép egy mesterelme tanfolyamra, és a legfelső szint pedig az, amikor a személyes coach, vagyis a személyes edzés történik. Ezzel kapcsolatosan azt mondja, egy példát is hozott Russell, és ez eléggé, tehát sokunk számára ismerős példa. Tehát ahogy például a párok, ahogy megismerkednek egymással. Ugye ott sem úgy történik, hogy egyből mennek és már is házasságot kötnek, hanem ott is van egy bizonyos folyamat, ugye először is ugye megnézik maguk egymást, aztán utána eldöntik, hogy elég szimpatikusak-e, aztán utána, hogy lelkileg összeillenek-e, majd utána jönnek egyéb más szempontok, ugye, és ez is egy folyamat. Ugyanezt történik az online marketingben is, ahhoz, hogy valaki elkezdjen veled együtt dolgozni, vagy esetleg vásároljon tőled, akkor a lehető legjobb módszer az, ha egy ilyen terméklétrát állítasz föl. Itt van a kérdés, hogy mi legyen a te terméklétrád? Mi legyen a te terméklétrád? Nos, én most ennek a részletezésében nem fogok belemenni, erre látsz példát, több példát is az EOH csoportban, amelyben pontosan ezeket mutatom meg nagyon mélyen, nagyon részletesen. Azt látjátok, hogy Russellnek a pólóján van egy felirat, az van odaírva, hogy over deliver, és ezt, hogyha lefordítom, akkor az azt jelenti, hogy túl teljesítés. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, és Russell is kiemelte azt, hogy hogyan kell ezt az egészet megcsinálni. Tehát az azt jelenti, hogy te, mint csoport építő, vagy mint csoport vezető, mindig és mindig többet kell adnod, többet kell nyújtanod, mint amennyit az emberek elvárnak tőled. Ha többet adsz és többet nyújtasz, akkor az emberek szívesen fognak veled üzletelni, vagy szívesen fognak veled
kommunikálni. Hiszen tehát ha azt érzik rajtad, hogy te nem lehúzni akarod, nem el akarsz adni, hanem valami olyan értéket akarsz neki adni, ami őt segíti abban, hogy például egészségesebb legyen, izmosabb legyen, jobban nézzen ki, vagy jobb legyen a párkapcsolata, vagy jobban érezze magát, akkor nagy valószínűséggel ezek az emberek azt fogják mondani, hogy igen, igen, veled szívesen vannak együtt, szívesen töltenek időt, és szívesen adnak figyelmet arra, amit te mutatni akarsz. Ezután, tehát ez csak egy pár perc volt, ezután Dean rögtön átvette a hangot, és szó szerint azt mondta, hogy na, a mai nap folyamán néhány segget szét fogunk rúgni. Ez Amerikában azt jelenti, hogy álljunk föl a fotelből, és kezdjünk el dolgokat megcsinálni. Ne csak fotelhuszárok legyünk, ne csak szájkaratésok, hanem valóban csináljunk meg dolgokat, amikről úgy gondoljuk, hogy segíteni fogja majd az előre menetelünket. Ja, és megemlíti azt, hogy az a személy, aki majd ezután következik, az a személy például a Traffic Secrets nevezetű könyvben majdnem egy teljes fejezetet kapott, és ez valóban így van. Tehát akkor, amikor az Instagramról beszélünk, és az To get along Instagram so well, okay? forgalmat, But for me to do that, like it would forgalomnak cost a lot. Like az wants to emeléséről think volt through szó, every step of the akkor journey. konkrétan őróla volt szó, és megint megfordítom a képet, csak hogy lássátok. Ő itt Jenna Kutcher. Jenna Kutcher, aki az Instagram, hát mondhatnám így, hogy valóságos királynője, és elképesztő tréninget tartott itt, csak hogy tudjátok, hogy kiről van szó, ne csak egy kinyúlt pólóban lévő hölgyet lássatok itt, ezért megmutatom nektek őt. Egy pillanat, csak átváltok a másik profilomra. És már is hozom őt be. Remélem, hogy ez közben mutatja is. Igen, mutatja. Azt, Jenna Kutcher. Itt van, ő az. Na gyerekek. Tehát ő az, akinek 4936 bejegyzése van, és 941 ezer követője, majdnem, hogy 1 millió követő az Instán. Ez eléggé predesztinálja őt arra, hogy pontosan el tudja mondani, hogy hogyan lehet elérni például az első 10 000 követőt. Miért pont az első 10 000 az, ami érdekes? Ugyanis, ha megvan a 10 000 követőd az Instán, akkor egy különleges státuszt fogsz ott elérni, és olyan plusz lehetőségek nyílnak meg a te számodra, amelyek hát a 10 000 követőnél kevesebb követőtáborra rendelkező embereknek nem. Jenna Kutcher például úgy emlegeti Russell, hogy ő saját maga is az ő szabályait, az ő metódusát vagy módszerét alkalmazza akkor, amikor a saját Instagram profilját növeli vagy kezeli. Mit érdemes tudni Jennáról? Annyit érdemes tudni, hogy 35 éves, nem 32, bocsánat. Igen, 32 éves, és 9 évvel ezelőtt kezdte el magát az online üzletet. A legelső online üzlete az volt, hogy eladott egy 300 dolláros kamerát a Craigslisten. A Craigslistről azt kell tudnotok, hogy ez nagyjából olyan, mint itt Magyarországon a Jófogás vagy a Vatera. Tehát egy ilyen adok-veszek fórum, ahol mindenféle dolgot lehet adni és venni. Most jelen pillanatban, ahogy mondtam, 941 ezer követője van.
Amikor elkezdi magát az egész bemutatóját, akkor azt mondja, hogy nézzétek, itt vagyok, és meg is mutatta a saját IG, tehát Instagram profilját. Azt mondta, hogy egyetlen egy képet se vett le, mióta ő elkezdte az Instagram platformját, vagyis az Instagram fiókját kezelni, és azt is mondta, hogy menjünk be az ő fiókjába, és görgessünk le, nézzük meg, hogy mik az első képek, és hogy milyen reakciókat kapott. Na, gyerekek, megmondom őszintén, hogy 4600 képet végig görgetni nem egy kis feladat, és eltart egy jó darabig, míg az ember bemegy. A lényeg, hogy miközben görgettem, azt is észrevettem, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt ő egyedüliként egy olyan helyen volt a férjével, ami kifejezetten felnőtteknek van fenntartva. Pontosabban nem úgy tehát ne pejoratív értelembe vegyétek, hanem azért van felnőtteknek, hogy ki tudjanak teljes egészében kapcsolódni, tehát gyerekmentesen tudjanak ott időt eltölteni, és ő volt az egyetlen, akinek megengedték, hogy a gyermekét is vigye. Ez a hely, ahol volt, ez Fidzsi-szigetén van, abban a privát szállodában, amit Tony Robbins készített, vagy tulajdonol, vagy birtokol, nem is tudom, maga az egész sziget is az övé. És Tony Robbins látta őt ott vendégül, 5 teljes napra, és ez alatt az 5 teljes nap alatt nem csak az volt, hogy most kikapcsolódtak, hanem bizony egy nagyon komoly, és igen-igen drága workshop is történt ott, tehát őt már ide is meghívták. És őszintén meg kell vallanom, hogy 100%-osan megértem. Hogyha majd neked lesz 4000, 5000, esetleg 10.000 követőd, akkor majd te is meg fogod látni, hogy milyen ajánlatokat küldenek ki azoknak, akik ilyen követőtáborral rendelkeznek. Én rendszeresen kapok például olyan üzeneteket, hogy ilyen vagy olyan márka, vagy ilyen vagy olyan valamelyik másik cég szeretné, hogyha én a promótárjuk lennék, mert hogy én a 2000 fős követőmmel, és nem is inkább a 2000 fős követőtábor, hanem hogy mennyi idő alatt nézik meg a bejegyzéseimet, és hogy hányan. Mert ez számít, és ezeket nyomon tudják így követni különböző ilyen programokkal, és azt mondják, hogy ha nekem ilyen jó arányú a megjelenésem, és ilyen sokan nézik meg viszonylag rövid idő alatt a bejegyzéseimet, akkor én egy olyan személy vagyok, akit érdemes ide nem befogni, hanem meghívni, és szponzorálni. Tehát engem már így akarnának szponzorálni, az egy másik kérdés, hogy én nem megyek még ezekbe bele. Tehát azt mondta Jenna, hogy nézzem meg. Soha egyetlen egy képet se vett le, mert nagyon büszke arra az útra, amit ő már bejárt. 9 évvel ezelőtt, gondoljátok végig, hogy 9 évvel ezelőtt egyáltalán volt-e már Insta? Nem is volt még Insta. És ő az úgynevezett korai felhasználók csoportjába tartozott, és valószínűleg ezért is van, hogy ilyen hatalmas nagy követőtábora van, holott Jenna nem egy modellalkat, és nem is mondhatnám azt, hogy kifejezetten bikini bemutatókat tartana, bikini show-kat tartana, habár vannak fönt képek, amikor ő simán bikiniben van, és de hát ez korán sem ugyanaz, mint amikor, mit tudom én, egy kifejezetten modell van felöltözve fürdőruhában. A lényeg, hogy nagyon jellegzetes Jennának az Instagram idővonala, a képi világ, ez rendkívül
jellegzetes, tehát abszolút ő rá jellemző az a képi világ, amivel ő a különböző bejegyzéseit csinálná. Azért is kéri, hogy nézzük meg az ő kezdeti bejegyzéseit, mert azt szeretné, ha megértenénk a személyes átalakulást a gondolatainkban és a szokásainkban. Ugyanis elárulta, hogy egészen másképp más szokásai voltak és más gondolatai voltak akkor, amikor csak néhány ezren követték, akkor, amikor már több mint 10 000-en követték, majd amikor több mint 100 000-en követték, aztán megint kellett egyet lépnie, egy magasabb szintre lépnie, amikor már 500 000 követője volt, és akkor gyakorlatilag akkor tudta csak kialakítani azt a fajta metódust, amelyet használva, és amelyet például Russell Brunson is lemodellezett, és amit ő maga is használ a saját oldalán, vagyis a saját Instagram fiókjában. Természetesen ezzel tudták azt elérni ők is, hogy folyamatos növekedés van a fiókjukban. Mi az első lépés? Az első lépés az az, hogy hogyan érjünk el 10 000 követőt. Ahhoz, hogy te elérd a 10 000 követőt, ahhoz egyszerű feladat van, el kell kezdened építeni az én márkádat, méghozzá ma. Tehát, ha te azt akarod, hogy egy év múlva legyen neked 10 000 követőd, akkor azt ma kell elkezdened. Nem holnap, nem egy hét múlva, nem egy hónap múlva, hanem ma. Ehhez el kell kezdened építened egy olyan hozzáállást, amely segít neked abban, hogy meg tudjál barátkozni egyrészt magával a technikával, másrészt pedig, hogy meg tudjál barátkozni azzal a fajta hozzáállással, ahogyan majd a követőid fognak majd a te bejegyzéseidhez hozzáállni. Mondott egy nagyon egyszerű példát, hogy hogyan kezd el. Mert nagyon sokan itt akadnak el. Hogyan kezdjem ezt el? Azt mondja, hogy például csinálj egy képernyőképet, vagy csinálj egy videót arról, hogy valami történik a te képernyődön. Majd megcsináltad ezt a képet, vagy ezt a videót, és egyszerűen tedd föl a saját Instagram fiókodba. És utána mit csinálj? Ne csináljál más, csak nézd meg az eredményt. Nézd meg, hogy mi lesz a visszajelzés. Azt is elmesélte, hogy ő, amikor elkezdte magát ezt az egész folyamatot, akkor annyira össze volt zavarodva, hogy azt se tudta, hogy mit csináljon. Azt se tudta, hogy most az, amit csinál, az most jó, vagy nem jó, vagy működik, vagy nem működik. Hát neki is ugyanúgy meg kellett tanulnia, és a számunkra a legfontosabb az, hogy van már valaki, aki megcsinálta, és hogyha végigmegyünk azon a folyamaton, amin ő is végigment, vagy amit megmutat, hogy mit érdemes csinálni, és mit nem érdemes csinálni. Amit csinálunk, azt hogyan csináljuk, és milyen időközönként, tehát milyen metódus, milyen módszert alkalmazunk, akkor gyorsabban fogunk tudni egy nagy követőtábort elérni. Miért fontos számunkra a nagy követőtábor? Azért fontos számunkra a nagy követőtábor, mert ha eléggé vonzó személyiségek vagyunk, és mindenki azt látja, hogy mi folyamatosan értéket akarunk adni, akkor az emberek egyre több időt és egyre több időt töltenek azzal, hogy meghallgassanak téged, megnézzenek téged, és egy idő múlva azt fogják eldönteni, hogy a felébe is, hát én is megcsinálom. Hát, hogyha ez neki ilyen jól bejött, és ilyen jól, mondhatnám, hogy megél belőle, vagy ilyen jól mennek miatta a dolgai, akkor azt én is megcsinálom. Éppen ez az, ami a feladatunk, amit meg kell tennünk. Természetesen ő is, mint ahogy Russell is megemlítette a GK5 nevezetű metódust. Mit jelent a GK5 metódus? Ez azt jelenti, és aki megnézte, vagyis benne van az EOH csoportban, és megnézi az Instagram profilról, vagyis az Instagram forgalom növelésről szóló videókat, akkor ott részletesen el is mesélem, hogy ez azt jelenti, hogy Jenna Kutcher,
ötös. Az az ötös, amely öt pillér, öt alappillére az ő brandjének, az ő márkájának. Mi ez az öt alappillér? Üzlet, család, kapcsolatok, utazás, és volt még valami. Nem tudom, de öt olyan téma, amiben folyamatosan újabb és újabb videókat tesz föl. Ez ma már egy kicsit változott, meg is mutatom nektek, hogy miben változott. Megfordítom a képet. Itt lehet látni, a narancssárga sor az, gyakorlatilag itt van benne, hogy a digitális kurzusok, akkor az életutak, akkor hogyan lehet csinálni 100 dollárt? Aztán a Pinterest info, Insta Essentials, vagyis hogy Insta tömény dolgok, aztán a karantén nevezetű dolog, majd a természetes gyönyörűség. Gondolom, hogy egy csomó kép van itt, és néhány olyan információ, amelyről ő úgy gondolta, hogy ez eléggé fontos lehet, és ugyanígy ez az ötös az, ami a te számodra is a te márkádat adja. Mit jelent ez? Hogy akkor, amikor te fölteszel például egy Insta történetet, akkor te az Insta történetedet meg tudod osztani, pontosan be tudod tenni ezekbe az archivált fiókokba, és mindaddig ott marad, ameddig te onnan ki nem törlöd. Amúgy annyit kell tudnod az Insta történetekről, hogy azok 24 órán belül eltűnnek, tehát ha nem figyelsz rá, vagy csak olyat teszel föl, ami annyira nem fontos, tehát például, ha egy olyan információt teszel föl, hogy mit tudom én, aznap lesz majd egy élő bejelentkezésed, vagy aznap lesz majd egy élő webináriumod, és erre hívsz meg embereket, akkor az természetesen nem kell ide betenni, mert az 24 órán belül eltűnhet. De ha valami olyasmit akarsz betenni, ami fontos, és erre mutatott egy példát Russell a könyvében, és erről beszéltem is az EOH csoportban, hogy hogy lehet egy teljesen komplett webináriumot elkészíteni így az Insta történetek segítségével, akkor bizony, és ezt szeretnéd tudni, akkor jó lesz, hogyha jelentkezel az EOH csoportba. A másik, ami nagyon fontos volt, az az, hogy 3-4 alkalommal nincs értékesítés. 3-4 alkalommal csak valami értékadás történik. Értékadás. Mi lett az értékadás? Valami, ami humoros, valami, ami elgondolkodtató, valami, ami segítséget ad valaminek a megértésében, vagy valami más olyan, ami segít neked abban, vagy a te közönségednek abban, hogy még jobban elköteleződjenek. Mit jelent az elköteleződés? Hogy szívesen lájkoljanak, hogy szívesen kommenteljenek, és hogy szívesen megosszanak téged. Ezt jelenti. Majd a negyedik vagy ötödik alkalommal nem eladni kell, hanem meghívni. Meg kell őt hívni valami olyan alkalomra, ahol ő például meg tud venni tőled valamit. Mi lehet ez? Ez lehet például egy videóparti, ez lehet egy élő bemutató, ez lehet egy offline találkozó is, esetleg, ha valami helyi, tehát ilyen lokális dolog történik, lehet az is. És természetesen, amikor értékesítesz, akkor ez lesz majd az értékesítés. Megmutatod az ajánlatodat, felkínálod valami rendkívül visszautasíthatatlan áron, valami nagyon jó plusz bónusz hozzáadásával, és így segíted őket abba az irányba terelni, hogy elkezdjenek veled együtt dolgozni, vagy vegyenek valamit. Például, hogyha neked van egy terméked, akkor azt mondod, hogy van itt egy termék minta, és ezt a termék mintát szívesen odaadod. Vagy van egy olyan terméked, amit kölcsön tudsz adni, mit tudom én, X időre oda tudsz adni, ha olyan típusú, amit ugye nem lehet elrontani. Tehát ezeket nyugodtan bele lehet tenni, és így nem eladás fog történni, hanem egyszerűen azt érzik majd a te követőid, hogy mindenféleképpen érdemes odafigyelni arra, amit te mondasz, amit te mutatsz. Nagyon fontos az, hogy változtasd meg az érzéseidet az eladással kapcsolatosan.
Ha tisztában vagy azzal kapcsolatban, hogy az ajánlatod az értékes az emberek számára, akkor ne féljél megmutatni nekik. Ne féljél ezt úgy hívják, hogy CTA, vagyis call to action, vagyis a felhívás a cselekvésre. Ne legyél szégyenlős, mondd neki, hogy kattints ide, vagy kattints oda, vagy lépjél be ide, vagy iratkozzál föl oda, vagy valami olyasmi, amitől ő tovább tud lépni. Mi az, amit ne mondjál? Azt nem mond, hogy írjál nekem privátba. Ezt soha nem mond. Nagyon szépen kérlek. Ez az ír nekem privátban, ez kész, már meg is ölted magad. Nagyon egyszerű. Kipróbáltam, nem működik, gyerekek. Kipróbáltam, és nem működik. Vagy nem írnak, vagy hogyha írnak, akkor sületlenségeket írnak, vagy ha valami infót, plusz infót kérnek, akkor hiába küldöm el, nem történik semmi, tehát gyakorlatilag kidobott idő. Kidobott idő. Ez az, amitől szeretnélek titeket megmenteni, hogy ilyen ne legyen. Ezután Jenna átette a hangot, átadta a színpadot, Dean következett. Dean, aki arról mesélt, hogy mit egyszerűbb eladni, egy terméket vagy egy szolgáltatást. Mit érdemesebb esetleg az interneten online eladni, egy terméket vagy egy szolgáltatást. És arról is beszélt, hogy ugye ők elindították a mastermind.com oldalt, és mutatott jó néhány példát avval kapcsolatosan, hogy kik kezdték el, és milyen témában kezdték el a mastermind.com oldal szolgáltatását igénybe venni, és hogy mennyi idő alatt milyen eredményeket értek el. Többek között például megmutattak egy hölgyet, nagyon megragadta a figyelmemet, mert egy kicsit kapcsolódik az én hobbimhoz is, aki tékvandó, hét danos tékvandó mester. Hét danos tékvandó mester. És ez a hölgy 249 dollárért ad el kurzust, önvédelmi kurzust hölgyeknek. Szerintetek sok embert, sok nőt érdekel az, hogy hogyan tudják azt megelőzni, hogy kirabolják őket, vagy esetleg kárt okozzanak bennük, vagy valami olyan dolog történjen, amit a hölgyek abszolút nem akarnak. Hát na-na! És egy hét alatt több mint 30 új ügyfelet tudott szerezni. 249 dolláros kurzussal. Ja, online kurzussal. Nem úgy, hogy el kell hozzá menni az edzőterembe, és majd ő megmutatja, nem, hanem olyan videókat tesz föl, ahol egyszerűen másolható, még a kezdők számára is könnyen betanulható mozdulatsorokat mutat, ahol le tudják rázni az éppen nem kívánatos személyeket. Na, egy ilyen kurzust is megmutatott. Aztán azt a kérdést tette föl még Dean, hogy vajon azok az emberek, akik nagy hatással vannak sok emberre, vajon ők egyben a legjobb értékesítők is? Vajon valóban értékesítők azok, akik olyan nagy hatással vannak sok emberre? Egy példát hozott, és ez a példa nagyon érdekes, Teréz anya. Biztos ti is tudjátok, hogy ő kicsoda, nem kell őt igazán nekem megmutatni, vagy bemutatni, hogy ki ő. Tehát Teréz anya, vajon ő értékesítő volt? Ezt a kérdést tette föl Dean. Aztán a másik ilyen személy, Jim Rohn, vajon ő az előadásaival, a bemutatóival, meg mindennel, vajon ő értékesített? Vagy itt van egy másik személy, Steve Jobs, ugye az Apple alapítója. Vajon ő is értékesítő volt? Nem. Gyakorlatilag amit ők eladtak, az nem a termék volt, hanem az ötlet, az idea, a vízió, amely számukra egy nagyon fontos
alapja volt annak, hogy ők miről akarnak kommunikálni, és a másik, ami nagyon fontos, hogy nagyon sok embert érdekel az, amit ők mutattak. Hát nem kell mondanom, ugye Teréz anya hány nehéz sorsú embernek volt életére volt hatással, Jim Rohn hány embernek az életére volt hatással, többek között ugye Tony Robbinsnak is, meg még jó néhánynak. Steve Jobs, kell őt mondanom, az Apple alapítóját, az iPhone-nak a kitalálóját, vajon, hát szerintem őt se kell igazán bemutatnom. Majd ezután Dean arról beszélt, amely szintén benne van a Traffic Secrets nevezetű könyvben, és amelyről én is beszéltem, ugye a horog történet ajánlat hármasa. Hogy hogyan épül ez föl, hogyan fog ez embereket behozni, például a te Facebook csoportodba, a te Instagram fiókodba, a te blogodhoz, a te feliratkozó oldaladra, olyan helyekre, amelyeknek a segítségével te embereket fogsz tudni majd elérni. A másik, amit elmondott, és erről, mint mondtam, erről megint csak részletesen beszélek az EOH csoportban, tehát aki a csoportban benne van, azok nézzék meg az ott lévő leckéket, és meg fogják majd találni ezt a fajta hát folyamatnak a részletes bemutatását is. Aztán természetesen nincs eredményünk, ha nincsen cselekvésre ösztönző felszólítás. A másik, ami nagyon fontos, hogyha már megvan a cselekvésre való ösztönzés, akkor legyen mellette egy olyan dolog, hogy a sürgősség érzése. Ezt minden egyes alkalommal elmondom, és minden egyes alkalommal ki is emelik. A sürgősség érzése mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a te ajánlatod nem a végtelenség végéig van meg, hanem csak egy bizonyos ideig. A te ajánlatod, a te bónusz, plusz hozzátételet nem a végtelenségig van, hanem csak egy bizonyos ideig él, és aztán utána az meg fog majd szűnni. Ezután Russell egy kicsit visszavette a hangot, visszakapta gyakorlatilag, és arról beszélt, hogy legyen meg a híd a te történeted, valamint a lezárás között. A te történeted fogja megalapozni a bizalmat ahhoz, hogy aztán utána minden gond nélkül le tud zárni magát a folyamatot, és azt tud mondani az embernek, hogy figyelj kérlek, kattints ide, vedd meg ezt, iratkozz föl oda, lájkold, vagy csináljál valamit. Tehát, hogy interaktívvá tudjon válni az egész program. És ezután Dean megint visszakapta a szót, felsorolt egy csomó bónuszt azoknak, akik akkor és ott megvásárolták magát a programot, és kifizették magát a programot, és egy oldalt is bemutatott, ahol különleges ajánlatok vannak. Ezt az oldalt majd az EOH csoportban az érdeklődőknek meg fogom mutatni, meg fogom velük osztani. És aztán utána már csak egyetlen egy feladat volt, vagyis egyetlen egy dolog volt, Russell kiosztott egy házi feladatot, miszerint, hogy a csoportban lévők csináljanak egy videót, amiben benne van a saját horog történet és lezárás folyamatuk, tehát ez egy házi feladat volt. Na hát, erről szólt a negyedik nap, az építsd a te brandedet kihívásnak a negyedik napja. Na, köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok velem, és ha esetleg úgy érzitek, hogy megérdemlem, akkor nagyon örülnék neki, hogyha lájkolnátok, vagy esetleg szívecskéznitek, de ha megosztjátok, azzal mind a ketten jól járunk, hiszen ha te megosztod, akkor nálad is megjelenik ez a történet, nálam is megjelenik, és így nálad is emelkedni tud majd a látogatóknak a száma, tehát el tudunk kezdeni egy bizonyos forgalmat generálni, nálam is természetesen.
Ez a videó természetesen föl lesz téve a Gazdagodás Akadémia YouTube csatornájára is, ahova szintén javaslom, hogy iratkozzál föl. Ott is lesz majd egy értesítés. Feliratkozol, mellette lesz a kis harangocska, arra is kattints rá, és akkor azonnal értesítést kapsz, hogyha új videó feltöltésre kerül, tehát ott is szívesen látlak téged. Nagyon sok videó van fönt azon a csatornán is, ott is nagyon sok mindent meg lehet tanulni, nagyon sok mindent meg lehet nézni, és hát remélem, hogy elég értéket fogok tudni neked adni ahhoz, hogy a későbbiekben azt mondd, hogy igen, érdemes lesz majd az EOH csoporthoz csatlakozni, és ott megtanulni az igazán eredményes online hálózatépítést. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy a szombat estét velem töltöttétek, vagyis hogy ezt a körülbelül 20 percet velem töltöttétek. Nagyon szép hétvégét kívánok nektek, és találkozunk a legközelebbi videóban, ahol természetesen az 5. napról fogok majd beszámolni. Sziasztok, sziasztok!